Nasacskán, véget ér az év, az idei év. Polgármester úr, miként értékelhető az ön véleménye szerint a Gödöllői képviselőtestület és az önkormányzatnak az idei teljesítménye? Mit sikerült az előre megszabott feladatokból végrehajtani? Ebben az esztendőben két nagy kihívás volt előttünk, az egyik az iskolák államosításának következményei és a járási hivatalok kialakításának folyamata, hiszen 2012-ben a kormány és a parlament döntésének kapcsán ezek a folyamatok el kellett, hogy induljanak. Én egyikkel se értettem egyet egyébként, ma is fenntartom ezt a véleményemet, és az agályaim egy része be is igazolódott. Ennek ellenére nem abban voltunk érdekeltek, hogy a folyamatokat megakadályozzuk, hanem az iskolák államosítása után az volt a legfontosabb, hogy a gyerekek zavartalan oktatása, szülők, pedagógusok feladatainak ellátását biztosítani tudjuk, és abban a mozgástérben, ami számunkra adatott, ezt meg is tettük, és nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a Klikkel, a Kébersberg Kunok központtal, hogy a feladatait ő is a legjobban és leghatékonyabban tudja ellátni. A másik ilyen kihívás volt a járási hivatalok kialakítása, hiszen itt egy darabot át kellett adni a polgármesteri hivatalból, és közel 40 munkatársat is biztosítottunk ehhez a munkához. Ennek rendkívül sok adminisztratív feladata volt, de itt sem az volt a lényeg, hogy most betegyük a lábunkat, és azt mondjuk, hogy hát ugye miért mondtuk, hogy ez nem így, hanem úgy, hanem hogy abban a jogszabályi háttérben, ami rendelkezésre állt, és azokkal a feltételekkel el tudjon indulni a járási hivatal, és azok a szolgáltatások, amiket a gödöllőieknek, illetve a járási polgároknak biztosított eddig a hivatal, a továbbiakban is ezen a magas, megszokott, magas színvonalon történjen. Mindent megtettünk azért, hogy ez ilyen biztonságosan és jól tudjon elindulni, a többi nem rajtunk múlott. A 2013-as városi költségvetésben elhatározott célokat, azokat nagyjából teljesítettük, ahol nem sikerült apró területeken, ott meg fog valósulni, áthúzódik a következő esztendőre. A város költségvetése és gazdálkodása biztonságos volt. Voltak többletkiadásaink, amelyek előre nem várt okok miatt történtek, és az adósság konszolidáció, amit az állam biztosított, az 2013-as év felétől az gyakorlatilag kiadás csökkenésként megmaradt a városnak, bizonyos feladatokra tudtuk átcsoportosítani. Ami nagy probléma volt itt az elmúlt időszakban, kialakult ez a hulladék lerakóval kapcsolatos. Igen, gondok adottak ezzel a szemétszállítással kapcsolatban, ahogy ön is említette az előbb. Mint a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke a szakhatósághoz, a szakminisztériumhoz fordult ez ügyben. Ugye itt egy non-profit társaságról van szó, a díjak, a költségek viszont növekedtek, így egy több százmillió forintos tartozás halmozódott fel. Ön szerint mikor oldódhat meg megnyugtatólag ez a helyzet? Tulajdonképpen a rezsicsökkenés kapcsán robbant ki ez a dolog, amivel én teljes mértékben egyet tudok érteni, hogyha a lakosság terheit csökkenteni tudjuk, akkor azt maximálisan kell, és ez úgy tűnik, hogy a villany és a gáz esetében nagyon jól is működik, komoly megtakarítások voltak, talán még a víz és a csatornai kapcsán is, bár ott már állami cégről van szó, ugyanúgy non-profit állami cégről, mint ahogy a hulladék gazdálkodásnál vagy a távhőnél. Mind a háromnál gyakorlatilag nincs eredmény, nincs nyereség a rendszerben, és ez azt jelenti, hogyha csökkentjük a bevételeket, akár a rezsicsökkentéssel, vagy egy díjstoppal, vagy növeljük a kiadásokat, lásd tranzakciós adó, vagy például a hulladékszállításnál a elektronikus útdíj, ami egyébként egyedülállóan közszolgáltató cégnél, Európában csak Magyarországon létezik, vagy a hulladéklerakónál a lerakási járulék egy újabb adó bevezetésével, akkor ha nincs eredménye, nincs osztalék egy társaságban, ha non-profit alapon működik, akkor meg fog billenni. Én ennek kapcsán jeleztem az állam megfelelő szakhatóságainak és egyébként megfelelő politikusainak is, hogy nagy baj várható és nagy baj lesz, valamilyen szinten kompenzálni kell. Megjegyzem, februárban, amikor erről döntött a Fidesz frakció, hogy ebben az irányban elindulnak, akkor Kósa Lajos is azt mondta, hogy az önkormányzati cégeknél ezeknek a kompenzációja elengedhetetlen lesz. Itt van az év vége, és nem tudunk semmit arról, hogy milyen formában történik ez meg. Most talán lesz valami a hulladék gazdálkodás területén, talán az országgyűlés jóvá is hagyott egy bizonyos keretet,
Nincs konkrétan leírt információnk, hogy milyen formában fog ez megtörténni. Háttérinformáción van, hogy valamilyen formában ezt be kell nyújtani, és talán jövő év január végéig kell ezeket átnéznie a kormányzatnak, illetve azon szakértőknek, akik a kormány szaktárcájához tartoznak, és akkor lehet beszélni annak összegéről. Tehát valami mégiscsak történt annak kapcsán is talán, amit mi kezdeményeztünk, hogy talán egy picit fölgyorsultak a folyamatok, de szeretném hangsúlyozni, nem arról van a szó, hogy bármilyen formában a lakosság terheinek csökkentésével mennénk szembe, hanem arról, hogy mondja meg valaki, hogy ki fizeti ki ezt a költséget. Távfőnél Gödöllő városának közel 25-30 millió forintos vesztesége van 2013-ban. Ott volt kompenzáció, országos szinten 52 milliárd forintot toltak bele a távfőszolgáltatásba, de számunkra ez sem volt elegendő, mert vitatkoztunk az energiahivatallal, hogy milyen formában történjen a kompenzáció, és jövőre az újabb rezsicsökkentés hatásának kompenzációját még nem tudjuk. A hulladékgazdálkodásnál sem tudjuk, ami a szerencse az az, hogy gyakorlatilag ez a csökkenés a bevétel területén, vagy a növekedés a kiadás területén, az még a működést olyan szinten nem befolyásolta, hogy le kellett volna állni a rendszerrel, ugyanis az árképzést, amit korábban alkalmaztunk, vagy alkalmaztunk volna, azt az Unió, az állam és az önkormányzatok által egy szerződés alapján kell képezni, és ebben benne van az amortizáció. Tehát ami most hiányzik a rendszerből, az az amortizációs összeg, ez mintegy 200 millió forint, ami már nincs befizetve arra, hogy az idők során újra képződjön a rendszer, újra tudjuk képezni a rendszert, mert még egyszer 6,5 milliárd forint egy ilyen rendszer megépítésére nem lesz. Bízom benne, hogy ez kompenzálásra kerül. A másik nagy része a kintlévőségnek az a lakossági kintlévőség, hiszen itt ugye mindig utólag fizetnek a lakosok, és egy csökkentett díjat utólag befizetni, meg ezeknek a tehetetlenségi nyomadéka azt eredményez, hogy másik 300 millió forint hiányzik a rendszerből, és mivel nincs tartalék, így ez nem lehet kompenzálni. Bízom abban, hogy az állam kompenzálni fogja ezeket a folyamatokat, és talán egyensúlyban tartható a hulladék gazdálkodás. Nem nagyon szeretném, hogyha ennek magas színvonalát csökkentenék, mert ez, amit most itt létrehoztunk Nógrád-Marcalban és Gödöllői, illetve Kerepek és Körtelek völgyben, az Európán a legmodernebb, a legmagasabb színvonalú hulladék gazdálkodást biztosítja. Már szó esett arról, hogy az önkormányzatok adósság állományát átvállalja az állam. Ez Gödöllőt pontosan miként érinti, és az bármilyen szinten növeli-e a pénzügyi lehetőségeket? Nyilván növeli, de nem egyszerre adják oda a településeknek. Ezek kötvények, mint ahogy nálunk is kötvények voltak. Ugye az első fejezetben 3,1 milliárd forintot konszolidált az állam. Ennek éves viszonylata, fél éves viszonylata 120 millió, annyit volt kevesebb a kiadásunk 13-ban. Jövőre nyilván teljes összegben jelentkezik. Összességében egyébként a másik része, ami egy 4 milliárd forint, ha úgy van, ahogy egyébként eddig a médiumokból olvashattuk, hogy február 28-ig mindenkinek konszolidálják. A teljes adósságát, akkor éves 400-450 millió forinttal kevesebb kiadásunk lesz. De azt azért tudni kell, hogy itt bejelentésre került, hogy ez csak gazdaság vagy fejlesztésre lehet valamilyen formában felhasználni, tehát nem tiszta, hogy használható föl. Ez a működésre semmiképpen nem fog becsörögni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ettől most bérek nagyobbak lesznek, vagy nagyobb lesz a dologi költségvetés az intézményeknek. Ebből fejlesztési feladatokat kell megvalósítani, és annak bizonyos formáját és technikáját még nem láttuk, hogy hogyan írja elő majd a kormányzat. Tehát egy kiadás csökkenés mindenféleképpen szerencsés. Azt azért megjegyezném, hogy a 2014-es koncepcióban, amit elfogadott már Gödöllőváros önkormányzata, abban világosan látszik, hogy az önkormányzati bevételeknél mintegy 150 millió forint hiányzik. Ez a 150 millió forint a saját bevételünkre van átterhelve, tehát nekünk ezt saját forrásból kell megvalósítani. Ennek a konszolidációnak, illetve adósság átvállalásnak azért vannak párhuzamosan ilyen rejtett látens többletterhei, mint például ez a 150 millió forint, illetve az a kívánalma a kormányzatnak, hogy ezt fejlesztésre lehessen használni. És még egy nagyon lényeges dolgot le kell szögezni, általában önkormányzati szemüvegen keresztül. Nem azok az önkormányzatok gazdálkodtak felelőtlenül, akik hitelt vettek föl. Ezt szeretném világosan leszögezni. Aki hitelt vesz föl Széchenyi óta, az jól látja, hogy a pénznek egyszerre komolyabb
felhasználási lehetősége van, mint hogyha az a pénz egy-egy fejlesztésre részletekben áll rendelkezésre, mert akkor például sokkal drágább a dolog. Vagy vannak olyan feladatok, mint vízelvezetés, kötelező önkormányzati útépítés, járta építés, iskolaépítés, óvodaépítés, amelyek ha nincsenek meg, akkor egyáltalán szolgáltatást nem lehet biztosítani. Az önkormányzati rendszerből 2000 óta 2012-ig mintegy 1000-1200 milliárd forint került ki. Tehát ennek a pénznek, ami most visszakerült a konszolidáció kapcsán, gyakorlatilag már megvolt a fedezete, hiszen pályázatok önrészéhez vették fel az önkormányzatok, járdát építettek, vízelvezetést valósítottak meg, iskolát valósítottak meg, óvodát építettek, vagy olyan fejlesztéseket csináltak, ami kiadást csökkentett, vagy bevételt növelt. Ezek teljes mértékben rendben vannak, ezeknek a konszolidációja szerintem teljesen igazságos és korrekt, és még akkor is, ha nem minden település vett föl hitelt, hiszen a legnagyobb hitelfelvevők közel 300-an voltak, többek között Gödöllő városa is. De az sajnos nem került átvilágításra, és ezt mint Magyar Önkormányzatok Szövetsége többször említettem, hogy egyes hitelfelvételek mögött valóban megvolt-e a kiadási oldalon az, hogy azok olyan célokra mentek, amelyek kiadást csökkentettek, bevételt növeltek, kötelező feladatok ellátását jelezték, vagy pályázati önrészt képeztek, vagy esetleg mondjuk pénzintézeti tevékenységet végzett az önkormányzat. Ilyen is volt. Nem az én dolgom. Ez a hajó elment, nem lett átvilágítva. Én azt gondolom, hogy Gödöllő városát érintve a hitelfelvétel pillanatában megvoltak a visszafizetés garanciáik, ez nagyon lényeges, mert így nem mondhatja senki, hogy felelőtlenül gazdálkodtunk, és a felvett hitelek ilyen típusú gazdaságfejlesztés vagy kötelező feladat ellátást vagy pályázati önrészt képeztek, és én így akkor azt gondolom, hogy végül is visszakerült a rendszerben ez a pénz, ugyan részletekbe, hiszen 15 éven keresztül jelent ilyen nagyságrendű kiadáscsökkentést, de végül is visszakerült a rendszerbe, és ezt egy nagyon jó, korrekt megoldásának tartom az önkormányzati finanszírozásnak. Maradjunk még a pénzügyeknél. Ugye néhány napja döntött a képviselőtestület Gödöllő jövő évi költségvetéséről. 6,7 milliárd forintos bevétellel kalkulálnak, és több prioritást is megfogalmaztak. Melyek is ezek? Gödöllőnél egy prioritás a működés. A működés ugyanolyan színvonalon kell és szeretnénk biztosítani, mint 2013-ban. Ez egy magas színvonalú működést jelent a város megszokott színvonalán fogják a gödöllőiek érzékelni ezeket a szolgáltatásokat. A fejlesztések területén vannak izgalmas történetek. Itt egy 490 millió forintos fejlesztési keretünk van egyelőre. Ez még növekedhet nyilván majd a végső elszámolásnál, illetve az adósság konszolidáció második ütemének tisztázása után. De a prioritások között vannak a fejlesztések területén a szennyvíztisztító telep, ez egy 1,1 milliárdos nettó beruházás, ami egy hatalmas nagy változást fog jelenteni a környezet védelem kapcsán, hiszen magába a szennyvízbe eddig olyan elemek voltak, amelyek ha bekerültek a gödöllői vízrendszerbe, a tavakba, bizony komoly károkat okoztak. Ivóvíz, ipari tisztaságú víz kerül majd most már a tavakba, ez azt jelenti, hogy ott elkezdődik majd egy természetes tisztulása a tavaknak, a Ránkospatak lenti részének, és biztos vagyok benne, hogy akár még rásegítve ezt a dolgot, ezt a folyamatot egy környezetvédelmi beruházással nagyon komoly idegenforgalmi turisztikai célokat is tudnak majd szolgálni ezek a tavak a mostani horgászat, szabadidős tevékenység mellett. Tehát ennek ez a nagy jelentősége, és nem kell fizetnünk a környezetvédelmi bírságot. A másik ilyen nagy beruházásunk ez az Uszoda beruházás, a járás és térségközpont vagyunk, ez egy nagy 33-as medencét magába foglaló, tanmedencét, jacuzzit, szaunát magába foglaló úszoda, aminek elsősorban oktatás, gyerekek és az utánpótlás vízilabda a fő prioritása, tehát szeretném hangsúlyozni, nem presztízs beruházásról van szó, és a szabadidő nyilván a felnőttek részére. Maradjunk itt az uszodánál még picit. Ezt nagyon sokan várják az uszodát már évek óta, hiszen Gödöllőn nincs igazából versenyképes uszoda, hova sokan járhatnának, fel nem 33 méteres. Ugyanakkor 50x25 méteres uszodát tervez a Szent István Egyetem is, gyakorlatilag vagy várhatóan, inkább így mondanám, egy-két éven belül elkészülhet. És vannak kétkedők, akik azt mondják, hogy nem sok egy 32 000-es lélekszámú településnek egyszerre két
ilyen frekventált, ilyen színvonal úszoda? Két külön dologról van szó. A városi úszodát a város építi, a város fogja fönntartani. Nekünk nincs igazán ráhatásunk az egyetem gazdálkodására és fejlesztéseire. Az egyetem egy önálló intézmény, egyébként 18 000 hallgató tartozik a Szent István Egyetemhez, ehhez meg 4000 hallgató Gödöllőn. Ha 4000 hallgató sportkiszolgálását veszük, akkor már az az úszoda, amit ők építenek, tele is van. Amennyiben a fiatalok mondjuk valóban rendszeresen sportolni szeretnének. Tehát abszolút nem üti az egyik a másikat. Mi a város lakóit szeretnénk szolgálni, mi 34 ezeren vagyunk. Elsősorban az általános iskolás, gimnazista gyerekeket, fiatalokat, és mivel hogy ebben feltehetően egy úgynevezett adókedvezményes forrás is igénybe vehető, így a vízilabda sportot szeretnénk elindítani, ezt is csak utánpótlás formában. Nem szeretnénk első osztályú, meg ilyen válogatott dolgokat létrehozni, ami finanszírozhatatlan, de az, hogy a gyerekek úszni tanuljanak, vízilabdáznak, ez a városi sportprogram része, hiszen kiemelt sportágaink vannak, és azt gondolom, hogy az egészségnevelési programunk, amelyeket egyébként 3 évvel ezelőtt indítottunk el mindennapos testnevelés formájában, most már kormányprogram is csatlakozik ehhez, azt jól egészíti ki. Tehát mi egy önálló intézmény vagyunk, a kettő nem ugyanaz. Ha kettő ilyen jellegű úszoda van, egyáltalán ha az létesül, ha azt fönn tudja tartani, hát egyébként elég nehezen gazdálkodási körülmények között lévő egyetem, ám legyen, az csak jót jelent. Egyébként egyre több sportágban egyre fényesebb érmeket gyűjtenek be a gödöllőiek, gondolj csak a vívókra, vagy az atlétákra, vagy a női röplabdásokra. Jövőre miként támogatja az önkormányzat a versenysportot? A versenysport nem önkormányzati feladat, ez nagyon lényeges. Mi utánpótlás sportot támogatunk, fiatalokat, gyerekeket. Nem is tömegsport, csak hát... Nem tömegsport, utánpótlás. Utánpótlás. A tömegsport, tehát tömegsport sincs, tisztázunk, van szabadidősport, így van. Tehát ezeket ebből mi elsősorban a szabadidősportot, iskolai sportot, és az utánpótlás sportot támogatjuk. Az utánpótlás sport támogatásából kinőhetnek olyan versenyzők, olyan klasszis versenyzők, mint Deák Nagy Marci, vagy Gémesi Csanád a vívásban. Geacban, akik a Geacban sportnak. Hát én erre gondoltam pont, hogy esetleg a Geacot, vagy a gödöllői másik sportot tudja-e, vagy képes-e támogatni valamilyen szinten, nem csak anyagiakra gondolok, persze arra is, az önkormányzat. Hát egyrészt létesítményekkel tudunk háttérszolgáltatást biztosítani, amire fizetni kell, de a kifizetett ár az messze nem a bekerülési költség, nincs 50%-nál nagyobb fizetési kötelezettsége senkinek, amelyik tornatermet vagy Táncsics Mihály úti sporttelepen labdarúgópályát használ. Én magam is, ha kimegyek játszani a csapatunkkal, szabadidősport formájában, kifizetjük a költségeket. Ezek körülbelül a bekerülési költség 50%-át tartalmazzák, a másik 50%-et a város mindenki számára oda teszi. Ez az egyik dolog. 46 millió forintot adunk évente pályázati formában a sportágoknak. Van egy koncepciónk, sportkoncepciónk, ami alapján pontrendszer alakul ki, és abban kell igazolni az, hogy hány gyermek jár oda, milyen formában működik a szakosztály és az egyesület, és adunk támogatást. Így a Geacnak egyébként, amik nem városi klub, akár vívó, akár atlétikai klub, így van, körülbelül 5-5 millió forintot tudtunk adni idén is, és jövőre is valószínű, ha ilyen szinten dolgoznak, akkor ezeket tudjuk biztosítani. A legnagyobb támogatói ezeknek a szakosztályoknak és az egyesületeknek a város. De nyilván azért, mert nagyon sok gödöllői gyerek jár oda, és az ő körülményeikhez ezzel is sikerül, igyekszünk hozzá. És ha a tömegsportnál maradunk, meg a szabadidősportnál maradunk, akkor ne felejtkezzünk arról, hogy egy kerékpáros barát program is formálódik, sőt már el is indult. Idén volt a második esztendő, hogy 20 millió forinttal megtámogattuk ezt a programot, és arra tettem korábban ígéretet, hogy 5 éven keresztül 20-20 millió forinttal fölépítjük azt az infrastrukturális hátteret, ami ahhoz, hogy kerékpáros baráttá váljon a város, kerékpározóvá váljon a város, ahhoz feltétlen kell kerékpárutak kijelölése, különféle berendezések kihelyezése, oktatási programok végrehajtása, tehát nagyon-nagyon sok apró programból áll össze ez a projekt, amit elég nagy lendülettel a Gödöllői Kerékpáros Klubbal együtt dolgoztunk ki,
és mi a forrás biztosítjuk, és én arra is ígéretet tettem, hogyha az a jogszabályoknak megfelel, amit ők kérnek, akkor ők fogják eldönteni, ők tesznek javaslatot, hogy ezeket a forrásokat mire, milyen formában használjuk föl. Tehát a 2014-es költségvetésben is, most már harmadik alkalommal, a koncepcionális szinten is már beterveztük ezt a 20 millió forintot, de ugyanígy itt van a játszótérprogram, hiszen az is egy szabadidős tevékenység a kicsi gyermekek számára, 7 játszóteret újítottunk föl ebben az esztendőben, és még folytatjuk ezt a folyamatot, hiszen uniókonformá kell tenni játszótereket, és nagyon jó modern eszközökkel tudjuk felszerelni, hiszen ez is a mozgás. És nekem az a titkos vágyam, hogy legyen időseknek is játszótér, hiszen az unokát, ha kiviszi a nagymama és a nagyapa, akkor ők is tudnak megfelelő speciális mozgásokat végezni. Vagy például sakkozni. Sakkozni is, de azért én inkább abban vagyok érdekel, mint orvos, meg sportorvos, meg 50 éve a magyar sportban tevékenykedő, hogy egy picit mozogni kell. Nem kell ugyanazt a mozgást és ugyanazt a lendületet, mint a fiatalok, de ha sikerül egy ilyen játszóteret felépíteni, akkor ki lesz írva, hogy milyen gyakorlatokat kell csinálni, milyen formában. Gyógytorna jellegű. Így van. Sőt, Mosport Saroltával, a Magyar Szabadidő Sport Szövetség elnökével beszéltem, és hogy az első ilyen órát akár még ő is kijönne és megtartaná, hogy megmutatná, hogy az idős kor az nem azt jelenti, hogy nem mozgunk, hogy az feltétlen egy ilyen beszűkült állapotot jelent, sőt, megvannak azok a speciális mozdulatok, tornák, ami alapján egészségesen és nagyon lendületesen lehet megélni az idős kort, az idős éveket. A közlekedési viszonyokon az ország szinte valamennyi településén lehetne javítani, nem kivétel ez alól Gödöllő sem. Gondoljunk itt az utak vagy a járdák állapotára. Minden esztendőben, így jövőre is egyébként 150-200 millió forintot fordítunk járdaépítésre, útépítésre. Sajnos a költségvetésünkben már nincs bent a gépjárműadónak csak a 40%-a. Ugye ezt fordítottuk erre, jóval több pénzzel kell kiegészíteni. És ahogy növekszik a formentes utak száma, nyilván a karbantartás is jóval költségesebb. Nem szeretnénk, hogyha leromlana az út hálózat, ezért folyamatosan komoly pénzt költünk annak karbantartására, kátyúzására, szegélyek kijavítására és a többi, és mindig egy picit megyünk tovább. Gödöllő az a város, ahol a belterületi lakóövezetben gyakorlatilag 100%-os az infrastruktúra, a 360-370 utcából mintegy 20 és 30 közötti, amelyik még nem pormentes. Ezeknek egy része azért nem pormentes, mert jogi és műszaki akadálya van jelenleg a pormentesítésnek, az aszfaltozásnak, a többi pedig előbb-utóbb sorra fog kerülni. A külterület, Gyülővezetnél még vannak komoly gondjaink, de ott is szépen lassan kezdjük felszámolni a lemaradást. Tehát az a lényeg, hogy ezt az állapotot szeretnénk egyrészt megtartani, megőrizni, és egyébként pedig kicsit fejleszteni. Ami a közlekedést illeti, az egy nehéz történet. 18 ezer jármű van a városban, 12.513 000 ingatlanon, és ezeknek jönni-menni kell. És ugye Gödöllő autós és gyalogos közlekedését keresztezi a HÉV és a vonat. A fénysorompók lassítják ugye a forgalmat. A vasúti átjárót valószínűleg egy felüljáróval tehermentesítenék. Ez mikorra valósulhat meg, és mennyibe kerülhet? 2014-től induló uniós forrásokból kívánja az állam a Budapest 60 vasútvonalat korszerűsíteni. Ennek a korszerűsítési folyamatnak a része az átkelések javítása is a vasúton. Ennek keretein belül feltehetően megoldható lesz a Valkó Váczent László irányából érkező gépkocsi forgalom átvezetése a köztársaságúti átjáróban, amit egyébként le fognak zárni, hiszen gyorsabbak lesznek a vonatok, a biztonsági berendezések kiépítése és az egész közlekedés azt követeli, hogy lezárják ezt az átjárót. Ez gyakorlatilag 15 és 16 között elkészülhet. Azért mondom, hogy elkészülhet, mert a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT bonyolítja az egészet. Nem kevés lakossági fórum volt, sőt egy nagy komoly közvéleménykutatással az ottani lakosság 40-45%-a megnyilvánult, és világosan eldőlt, hogy egy felüljáró formájában tudják elképzelni az áthaladást. De ennek a fejlesztésnek egyébként része a teljes vasúti pálya felújítása és a vasút állomás felújítása. Többen szoktak nekem írni, hogy nincsen váró, és ilyenkor télen fáznak.
nekik azt tudom mondani, hogy nyilván ez nem a városnak, ez a MÁV-nak, vagy a Ávosodatoknak a feladata, de talán van remény arra, hogy ebben az időszakban, a 15-16-17-es időszakban a teljes vasúti pályaudvar átépül, a hév és a vonat egy pályaudvarra fog befutni, és egy nagyon szép váró, aluljáró az egyetem felé, hogy ne ezen a magas, rossz állapotban lévő felüljáron kelljen menni, biztonsági berendezések, ez egy 30 milliárdos, ez egy 30 milliárdos projekt, ami Gödöllőt érinti, ebben beletartozik a Májbestői pályaudvar átépítése, egy zajvédő fal végig a lakóvezetnél, ahol a közvetlenül a lakások és az épületek ott vannak a vasút mellett. Tehát nagyon komplex beruházások van, ami egy kicsit vitát jelentett, hogy ugye most alul menjünk át a sineken, vagy fölül menjünk, vagy szintbe maradjon, de ez is gyakorlatilag a demokrácia játékszabályai szerint lebonyolódott, és én azt tudtam támogatni, a testület azt támogatta, amit a jóval nagyobb többség, 80-85%-os többség eldöntött és akart. Gödöllő égköve a Grassalkovics kastély, számos kulturális rendezvényt tartanak ott, és nem egyszer diplomáciai találkozók színhelye is. Hol tart jelenleg a kastély felújítása, azaz még mennyi időbe telhet, hogy újra a régi fényében pompázhasson, tündökölhessen ismét? A kastély sajnos az elmúlt 3 éve nem kapott forrásokat. Igaz, a közép-magyarországi régióban ezek a műemléki felújítási források a korábbi időszakban, a korábbi évben már kifogytak, tehát 14 után lesz lehetőség arra, hogy egy újabb lendületet kapjon a kastély felújítása. Bízom benne, mivel ez egy állami tulajdon, az állam mint tulajdonos ebben a dologban gondolkodik, és fog ide akár uniós forrásokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően kanalizálni. Egyébként a kastély jó állapotban van, igyekszik a kastélymenedzsment karbantartani, rendezvények színhelye. Egyébként most volt néhány héttel ezelőtt a visegrádi négyek és a közép-európai kezdeményezésnek a találkozója. 18 ország külügyminisztere tanácskozott a királyi kastélyban. Most már nagyon fel vagyunk készülve, tehát mi is, ami a mi részünk, a város része is viszonylag jól flottul tudjuk biztosítani ezen a rendezvények biztonságához. Nem nagyon érezte meg a város ezt a hatalmas nagy jövésmenést. Én azt gondolom, fontos ez számunkra, hogy életben legyen tartva a Gödöllői Királyi Kastély, mint nemzetközi találkozók színhelye, kulturális vonatkozásban pedig egyre gazdagabb programokkal tudunk a városnak, a térségnek és az országnak bemutatkozni. Tehát ami hiányzik, többletforrás a fejlesztéshez, megvannak az irányok, bízom benne, hogy lesz olyan döntése majd a kormányzatnak, ami ezekből az uniós forrásokból a következő időszakban is a további fejlesztés, illetve a fejlesztés befejezéséhez biztosítja a forrásokat. Jövőre parlamenti és önkormányzati választásokat is rendeznek. Az országgyűlési képviselőség és a polgármesteri megbízatás az összeférhetetlenné válik. Ön a személyes sorsát, személyes karrierjét tekintve tervezi-e azt esetlegesen, hogy megméretteti magát a parlamenti választásokon, mint egyéni képviselőjelölt? Én szeretnék Gödöllőn maradni, nem nagyon kívánok beleszólni most a nagy politikába. Érdekel a nagy politika, én úgy érzem, hogy képben is vagyok. Tehát különösen önkormányzati kérdésekben, ami az önkormányzatot illeti, illetve sportkérdésekben, ez a két szakpolitikai területem is. Voltam is már parlamenti képviselő, de nem kívánok ebben a mai politikámban részt venni. Nekem ez egy kicsit erős, nem az én ízlésvilágom, ami most megy. Viszont a helyi politika, és itt elsőben településpolitikát értek, és nem pártpolitikát. Pártpolitikát ez érdekel, érdekel a magyar önkormányzatok sorsa. Gondolom, egy újabb polgármesteri ciklust elvállalni. Én mindenféleképpen el szeretnék indulni a helyi választáson. Nagyon sok gondolatom, tervem, ötletem van, jó csapatunk van, versenyképesen tudunk nekilátni a választásoknak. Bízom benne, hogy a bizalmat meg fogjuk kapni, mert a lehetőségek és a képességeink szerint igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy előrébb menjünk. Nyilván a város dönt erről, amennyiben megkapom a bizalmat és megkapom a többséget, természetesen ugyanezzel a lendülettel fogom folytatni a helyi munkát. Ma a kis közösségek, a lokális közösségek építésének van itt az ideje. Szerintem ebben mi nagyon jól tudunk majd eredményeket elérni, és ennek a kihívásnak megfelelni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.